Viharokon át a békességig. De ismerős a hétköznapoknak ez a tapasztalata, nem? Néha alig akarnak csitulni ezek a viharok, haragszunk rájuk, aztán kiderül, hogy szükségesek, mert például esőt hoznak a nagy nyári forróságban, amit a mi kis országunkban is egyre inkább megismerhetünk. Dávid erről egyenesen egy zsoltárt írt. Viharokon át a békességig. Mire elolvassuk ezt a Zsoltárt, mi is meg fogunk érkezni ebbe a békességbe, ebbe a nyugalomba, ebbe a biztonságba. Hallgassuk hát a 29. Zsoltárt. Dávid Zsoltára Adjatok az Úrnak, ti hatalmas fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicsőséget. Adjatok dicsőséget az Úr nevének, imádjátok az Urat szent ékességben. Az úr hangja zeng a vizek fölött, a dicsőség istene dörög, az Úr ott van a nagy vizek fölött. Az úr hangja erős, az úr hangja fenséges. Az úr hangja cédrusokat tördel, összetöri az Úr Libánon cédrusait is. Ugrándoztatja Libánont, mint a borjót és szírjont, mint a bivaj borjút. Az úr hangja tűzlángokat szór. Az Úr hangja megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr kádes pusztáját. Az Úr hangjára megellenek a nőstény szarvasok, az Úr letarolja az erdőket, és templomában mindenki így kiált. Dicsőség! Az Úr trónol az özönvíz fölött. Ott trónol az Úr, aki király mindörökké. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Amikor elolvassuk ezt a Zsoltárt, egy képzeletbeli utazásra indulunk. Ha egy Izrael térképet magunk elé teszünk, amin rajta van a környezete is, nyugati irányból a földközi tenger, északon a nagy hegyek, Szíria és Szidon vidéke, akkor a Zsoltáros nem tesz más, mint képzeletben be, be, bejárja ezt az országot. Bejárva jut arra következtetésre, hogy bizony van okunk, hogy tiszteljük az Istent és dicsőítsük őt. Mert ő tiszteletet és imádatot érdemel, de miért is? Én, mikor elolvastam, egyszerűen elneveztem Drón Zsoltárnak. Tudjuk, mi az a drón. Ugye ezek az ümmögő műszaki kamerás lények, amik különböző helyeken magasról képet készítenek, és tulajdonképpen Dávid sem tesz mást, mint Isten szemszögéből fölébe repül az ő országának, és elindul nyugatról egészen délig lefelé. Az Úr szava bejár mindent. Az Úr szava teremtő erő. Ebben a Zsoltárban hétszer hangzik el ez a mondatkezdés, hogy az Úr szava. A teremtő szó, ami így olvassuk a harmadik versben, megáll és zeng a vizek fölött. A dicsőség Istenem dörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Egy pillanatra megállunk a kameránkkal és a földközi tenger vidékén időzve, nézzük a hatalmas kiterjedésű vizeket, amiknek semmi és senki nem tud parancsolni, kivéve az Úr szava. Ez a Zsoltár a Teremtő Isten bemutatkozása. Annak a Teremtő Istennek az elénk állása és bemutatkozása, aki annak idején az ő szavával teremtette és választotta szét a vizeket. Mendőrök, zeng, ott van a nagy vizek felett. Majd a drónunk zümmögve beszáll a szárazföld fölé, és a Libánon cédrusainál, Sidon vidékén és a Hermon hegyénél elidőzve, halad lefele kádes pusztasága felé, erdőket és vadakat vesz fel a kamera, és ahogyan így halad, mondja sorba-sorba az ige, az úrszava erős, az úrszava fenséges, az isteni szó mindenhova elhat. Az egész Teremtett Földön, a létezésünk minden pontján, ahova csak megyünk házban, házon kívül, udvaron, hegyen, völgyben, pincében, lakásban, mindenütt ott van az úrszava. Követ bennünket az isteni teremtő szó, az isteni bölcsesség és az isteni erő. Az Úrszava erős, az Úrszava fenséges olvassuk a második és harmadik úrszava mondatban. Majd az Isteni szót úgy jellemzi, hogy cédrusokat tör, de összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. Ugrándoztatja azokat, mint a Bórjút, a Libánont és Szírjont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, olvassuk a hatodik Úr szava mondatban. Megrengeti az Úr kádesnek pusztáját, majd az utolsó mondathoz érve azt mondja, megborjasztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Mire megérkezünk Jeruzsálembe, a képzeletbeli drónunkkal, Zsoltár drónunkkal, vagy drón Zsoltárunkkal, addigra mondja ki a legfontosabb dolgot. Az Isten jelleme, az Isten szava dicső, a legszebb dolog a világon. A szépség a Bibliában nem pusztán egy esztétikai külsődleges fogalom. A bölcsességet, a teremtettséget, a tökéletességet fejezi ki. Kívülről, belülről összhangban lenni önmagával. Ezt jelenti az isteni dicsőség és szépség, magának Istennek a jelleme. Ha a Biblia azt mondja, hogy valaki szép, akkor nem arról szól, hogy milyen színű a haja, vagy milyen magas, vagy karcsú, vagy teltep, hanem arról szól, hogy milyen a jelleme. A szép ember jellemes ember. Amikor bejártuk Izrael vidékét ebben a képzeletbeli utazáson, az Úr szava megmutatta az ő hatalmát, az ő erejét, és talán meglepő is, mert olyan keménynek, olyan szigorúnak, olyan agresszívnak tűnt, mendörög, erős, fenséges, szédrusokat tördel, tűzlángokat szór, megrengeti a pusztát. De miért is volt ez a Zsoltár? Dávid idejében, amikor ezekre a tájegységekre nézett a kánaánita ember, tehát nem az Istenben, a Teremtő Istenben, a Szabadító Istenben, a Tíz Parancsolat Istenében hívő ember, akkor csupa bálványok jutottak eszébe. A vizek ura, a hegyek ura, az erdők ura, a pusztaság démonjai. Dávid üzen a bálványoknak. Istené az erő, mert Istené a jellem. Isten a hatalmas, és nem azért tördeli a fákat, vagy mennydörög, vagy fenséges, mert nincsen neki más, amivel dicsekedjen, hanem azért, mert be akarja bizonyítani, és meg akarja mutatni, hogy az Isteni jellemnek hatalma is van. Az Isteni szeretet erővel bír, és az Isteni jóság képes arra, hogy legyőzze az értelmetlenséget, az önpusztítást és az élettelen bálványokat, amit a korabeli kánaániták imádtak. A Zsoltár üzenete nagyon egyszerű. Az ember a maga bálványaival nem képes a boldogságra, de Isten szava és Isten beszéde mindenütt megmutatja a maga erejét és hatalmát, ahova befogadják őt. Az ige testé lett és lakozott közöttünk. Az Úr szava, az új szövetségben maga Jézus Krisztus volt, aki bejárta ezeket a vidékeket, a földközi tenger kikötőit, az északi szíriai tartományokat, kádes pusztáját, a legkülönbözőbb helyeken fordult elő északtól délig, hogy újra és újra visszatérjen az ő hajlékába, Jeruzsálembe, és elmondja, hogy én magam vagyok a hajlék, én magam vagyok az Isten szava, az áldozat, a templom, én magam vagyok a megváltó, a felkent, a szabadító. Jézus Krisztus bejárta ezt a világot, ahol az ő választott népe élt, és megmutatta az ő hatalmát szeretetben. Megmutatta az ő dicsőségét jellemben. Ő volt az Isten szava, az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Hogy legyen reménység a számunkra. Az Úr szava, olvastuk, a tizedik versben, trónolt az özönvíz felett. Így trónol az Úr, mint király, mindörökké. örökké. Az Isteni szó a testélet ige. Nem csak az Isten beszéde, mint Biblia, ami egy páratlan kinyilatkoztatás, és az Istenről szóló legrészletesebb, és máig fennmaradt legösszeszedettebb kinyilatkoztatás a kincs a számunkra, hanem azon belül van egy kincs, mint a kajdlóban a gyöngy. Jézus Krisztus élete, aki bejárta a földet, és adjatok az Úrnak, ti fejedelmek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet, szólít meg minket a Zsoltáros. Adjatok az Úrnak neve, adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat. Mert aki megérti azt, hogy az Isten teremtő szándéka milyen tökéletes, aki megérti azt, hogy az Isten teremtő munkája iránti bizalom hozza be az új életet az ember életébe is, Változtatja meg az ember szívét, hogy félő lényből bátor, bizakodó, reményteli teremtményé váljon. Szóval, aki így fordul oda az Isteni szóhoz, így néz Jézus Krisztus szemébe, ahogyan az evangéliumunkból ránk tekint és hozzánk szól az ő szavával, az Úr szavával, azt fogja megérteni azt, hogy miért fontos a bátorítás, ismerjétek meg az Istent és imádjátok őt. Értsétek meg az Úr szavát, Értsétek meg Jézus Krisztus életét, kereszthalálát és feltámadását, és imádjátok őt, ahogy Jelenések könyve 14. fejezetében mondja: imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Mert aki így tud hálát adni, és így tudja dicsőíteni azt az Istent, aki a szeretet Istene az fogja megvalósítani azt, amit a második versben a Zsoltáros ír, imádjátok az Urat szent ékességben. A szentség ékessége, vagy a szentség ruhája, így is lehetne mondani, a megváltozott jellem. Amikor egy ember beengedi az Úr szavát a maga erejével az életébe, és felöltözi azt a jellemet, ami a szeretet, az öröm, a békesség, a lélek gyümölcseinek a vonásait hordozza az ilyen ember tapasztalja meg az Isteni szabadítást a maga életében újra és újra. Az ilyen ember élete bármilyen vidéket is jár éppen az ő életében, tengert, vagy hegyet, erdőt, vagy pusztaságot, mindig tudja, hogy az Úr szava az ő erejével vele van. Az ilyen ember nem kapaszkodik a földi bálványokba, a víz, a hegy, a pusztaság istenébe, a siker, a karrier, a gazdagság, a hírnév, vagy a mások elismerésének a bálványozásába. Az ilyen ember Isten teszi az első helyre. Szeresd az Urat a te Istenedet, ahogy olvassuk Máté Evangélium a 22. fejezetében, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. És ez majd megtanít téged a másik nagy szeretetre is. Fele barátodat szeretni, mint önmagadat. Megtanulni bízni abban az Istenben, aki élő Isten, aki teremtő Isten, aki a Szavával teremtett, és az ő beszéde a Bibliában, a legcsodálatosabban a testéletigében Jézus Krisztusban mutatkozik meg a számunkra. És félretenni a hétköznapok kicsi vagy nagy bálványait. Lehet, hogy mi már nem tartunk otthon szobrocskákat, nem füstölünk már esetleg az asztalunkon valamilyen kis faragott bálványnak, amit egy másik ember keze alkotott, vagy nem hajtjuk meg magunkat az ég, a tenger, vagy a föld természetisten előtt, de talán a 21. század embere bálványimádása csak a megformálásban különbözik, de lényegében ugyanaz, hogyha autót, sikert, karriert, tapsot, vagy bármi egyebet bálványozunk, Persze bálvány lehet jó dolog is, egészség, másik ember, vagy valamilyen szórakozás, vagy kikapcsolódás, és közben nem tápláljuk a lelkünket. Nem engedjük, hogy az Úr szava, az Isten beszéde, és a testéletige Jézus Krisztus legyen a mi védelmünk, legyen a mi példánk, legyen a mi kísérőnk, mint egy drón folyamatosan fölöttünk bárhova is megyünk az életben. A mi életutunk bármely területét, dombját, völgyét járjuk, tudjuk, hogy az Úr szava fölöttünk van. Tudjuk, hogy az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. Az Úr ad erőt népének. Aki tudja, hogy az Isten fölötte van és mellette áll, körülveszi őt, és szeretetével támogatja az ő szívében, az erőt kap. Az 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 ember megismeri azt a békét, amit az Isten tud adni. Viharokon át a békességig. Az Úr szava sokszor igen nehéz élethelyzetekben mutatkozik meg. Nagy vizekben mennydörgés, erdőkben cédrusokat tördel, vagy tűzlángokat szór. De elkísér minket egészen odáig, hogy minden körülmények között békességünk lehessen. Az Úr megáldja népét békességgel. Az Isten békéje legyen velünk ma is, holnap és holnap után, és tudjuk, hogy mindig ott van és kísér bennünket, az ő szeretetével, Jézus Krisztus által. Úgy legyen.